kettős ember előny. Ráadásul most ez Bedfab. Bosnyánszki a gólszerző. 2-0 ezzel iszonyatosan nehéz mérkőzés vár a Domino BHS-ére. Egy kiállítás, Kis Gergőt állítja ki a játékvezető, ember előnyben megint a bevavasas Blakett, és ott a harmadik gól. Mire odaérne Kovács Olivér, már el is ereszti a labdát. Hozzá tudott még érni Gergely, de... Teljesen meglepte az egész Domino BHS-e védelmet, másrészt, és nem utolsó sorban Gergely kapust. És hát most már azon is el kell gondolkodnia a Domino BHS-ség. Kitűnő indítás, 5-0! Bosnyánszki vendégek. Laza mozdulatta, szinte szemtelenül Steinmetz Barna, tökéletes passz. Kovács kétségbe esetben próbálja beérni, aztán elfoglalja a védekező pozíciót. Varga Dániel Zitzer tovább teszi a labdát, ez így 100%-os helyzet. Kirobbanó formában, csúcsformában az egyik csapat, és talán az egész bajnokság leggyengébb teljesítményét nyújtja a másik. Rengeteget kivárt Kis Gergely. Tovább passzolja a labdát, most a lövés, és megvan. Szurkolók szerint Alamizsna, mi könyveljük el, mondjuk szépítő gólnak. A rövid oldalt próbálta zárni Nagy Viktor, és a hosszúba helyezte a labdát Molnár Tamás. A másik oldalon pedig fél tucat. Elárul, és közben megúszik a Vasas. 3-1 ellen. Tóth Mártonon nincsen ember, hátra néz, nincs segítség, egyedül kell megoldania, megoldja. Hétkőség a gólszerzésre, egy rossz passz vagy egy rossz labdakezelés. A másik oldalon pedig megvan a legúszás, és ott van Tóth Márton gólja. Ez meg is kapja, még mindig érvényben van egyébként az emberelőny. Óriási gól, lehetett! Nem tudom, majd vissza kellene lapozni, mert nyilván azért az ember ilyenre nem készül, hogy egy bajnoki döntőn azt kell megnézni, hogy milyen különbségű győzelem lesz. Steinmetz Barna, még 10 másodperc a támadásból, és egy kitűnő bejátszás volt ez. Varga Dénes, nem volt erre, nem látomást felkészülve Fodor Rajmund erre a megoldásra, hogy így elvállalja, pimaszol szemtelenül, de mégis hihetetlen fizikális erővel Varga Dénes. Kivállalja ezt Szívostán? Nem, még tovább. Aztán ott van Fodor. Földi László pedig teljesen kikelve magától, pedig hiszen most már, amikor csak egyetlen negyed van hátra a találkozóból, ez áll az eredményjelző táblán. Teva Vasas Plakett. Ez viszont így jó, Benedek kapufára lövi a labdát, és aztán a kipattanót végül a vendégek szempontjából, hiszen ez bal szerencs, hogy a kapufára megy. Ráadásul még Nagy Viktor kezéről visszapattant a felső részre, és úgy pattant Fodor elé. Fodoron azonban most nem volt, zavarják Kist. Kis lő, gól! 9-4 ezzel. Másodperc még, Szívós nem engedi a labdához férkőzni, Tóth, Szívós, lő, gól! Óriás volt volna a csapat, és elégedett lett volna, Földi László majdnem beleesett a vízbe itt. 4 gólra fennes. Mátyás. Varga Dénes, gól! Az eredményjelző táblára Kovács István sok jót nem látott. A Vasasnál. Benedek most megtalálta a rést ott végül is a kéz, de hát ezek rendre kimaradtak. Most sikerül gólt szerezni, és ezzel 10-6. Védett Kis. Még mindig ember előny van, és ezt is védi Nagy Viktor. Hát ez hihetetlen. Mátya. Amíg végül is be nem kotort a saját kapujába a labdát. Itt van Ni. Innen lehet jól látni.
ritka az ilyen. Létszám fölény tehát, Tóth visszanéz, megnézi aztán a bal sarkot, és oda is helyezi a labdát, 11. Hát nagyon össze kell magát kapnia a pénteki mérkőzésre a Domino BHS-ének. Tisztességünkre jön a pesgőt, közben Benedek lő szépen. Ez gyönyörű volt, Benedek. Szívos passza nagyon jó, és aztán ott nem tudtam már zárni a rövid sarkot Nagy Viktor. 11-8 és 10 másodperc arányban vezet Földi László csapata, és pénteken lesz a harmadik meccs. Ha a Kőér utcában nyer a Vasas, akkor már...